szépen. Kedves Biboros atya, kedves nuncius úr, tisztelt és kedves bátor tanúságtévők. Sokak előtt ismert az a történet, nem viccnek szánom, amit most szeretnék megidézni, hogy mit nem tud az Úristen. Fölteszik sokan a kérdést, hogy mennyi női szerzetes rend van a világon. Mit akarnak a jezsuiták, bár azt gondolom, hogy Szent Atya üdvözlete után már tudjuk. És miből élnek a ferencesek? Azt gondolom, hogy erre a titokra, erre a kérdésre itt a következő másfél nap nem biztos, hogy válaszolni tudunk. De azt azért jó lenne, hogyha mindazok, akik sokszor szerzetesekre, nővérekre és atyákra egyaránt furcsán néznek, érthetetlenül néznek, mai kor fiataljai nem értik, hogy miért vállal valaki ilyen életet, ilyen szolgálatot, azok a következő napokban választ kapnának erre. És hogyha azt nézzük, hogy az Istenhez vezető út mennyire sokszínű, mennyire sok módon közelíthetjük meg azt a mégis a végén egy fókuszban mutató utat, akkor erre választ adnak itt Magyarországon is, de szerte a világban is a szerzetesek, nővérek és atyáknak a sokszínűsége. És ha csak azt nézzük, amiről Biboros úr is beszélt, miszerint itt Magyarországon is micsoda közfeladatot vállalnak át, azt hiszem csak a köszönet hangján lehet beszélni. Mindazoknak, akik akár szociális területen, időseket, fogyatékosokat, súlyos betegeket, értelmi fogyatékossággal élőket gondoznak és ápolnak. Mindazoknak köszönet illeti a munkáját és fáradozásait, akik gyermekeket, fiatalokat nevelnek, akár az óvodás kortól kezdve, akár az egyetemi korosztályig. Hallatlan nagy felelősség, kincseket kapnak, amit meg kell formálniuk, akikből embert kell faragniuk, és mind a magyarságnak, mind a nemzetnek, mind pedig egész emberiségnek olyan embereket kell átadniuk, akikre büszkén rátekinthetnek. Minták önök, és ti minták vagytok az emberiség, így a magyarság, magyar emberek előtt. Éppen ezért én arra biztatnék mindenkit, és kérnék mindenkit, hogy bátran vállaljátok a szerzetesi ruhát. Annyira jó látni Rómában, Krakkóban, Csesztóvá, vagy bárhol máshol a különböző szerzeteseknek különböző megjelenési formáit. Én tudom, hogy próbálták kiölni ezt a hagyományt Magyarországon jó 70-60-50 évvel ezelőtt. De most már itt vagyunk, és itt vagytok. És merjétek vállalni néha sokszor megvető vagy gúnyos pillantásokat. Én már tudom, hogy milyen az. De másik oldalról meg azt a sok-sok mosolyt és köszönetet, amit az emberek arcán hálából lehet látni. Merjétek vállalni, mert én azt gondolom, és biztos vagyok benne, hogy ezzel hivatásokat lehet támasztani, fiatalokat el lehet érni, és mindazt, amit szeretnénk bemutatni a ti munkátokon keresztül, azt be tudjuk így mutatni. Kedves összegyűltek, itt már nem marad más hátra nekem, mint megköszönjem egyrészt Székely leányoknak és legényeknek ezt a kiállást. Fantasztikus az énekük, és köszönöm szépen, hogy ilyen nagy utat megtettetek értünk. És persze megköszönöm Ármella nővérnek, Beáta nővérnek, Didák testvérnek és Botond atyának, hogy őrző szemeiket rám betették, de hát ez a legkevésbé fontos, sokkal inkább fontosabb az, hogy vállalták ennek az évnek az arcait, vállalták azt, ami a szlogennek a része, rendben vagyunk, mi pedig bátran mondjuk azt, hogy veletek együtt. Isten áldja önöket, Isten áldja benneteket.